szerintem 2019-ben az egyik legnépszerűbb szó az áldozathibáztatás, mert az idei meg a tavalyi év szerintem egy az egyben arról szólt, hogy felkeverte az állóvizet ez a sok-sok vallomás, ami különböző visszaeléssel kapcsolatban történt, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez miért ilyen eszenciális reakció, vagy miért ilyen elemi reakció sok embertől. És azt gondolom, hogy ez valójában az ő saját szorongásukról szól, mert az emberek nehezen tudják elhinni azt, hogy történnek veled olyan dolgok, amikre nem vagy hatással. Nagyon érdekes a filmben például az édesanyának a reakciója, az, ahogy próbálja ezt az egészet így feldolgozni magában, mert azt éreztem rajta, hogy reménykedett benne, hogy ez nem ment el a végsőkig ez az egész. És az ember sokszor érzi elveszettnek magát, és sokszor kerülhet olyan embereknek a bűvkörébe, akik viszont nem elveszettek, és akik pontosan tudják, hogy milyen irány szeretnének neked mutatni. Azt gondolom, hogy a szociális háló, a barátok, a kollégák, az osztálytársak, a kórustársak, és mindenki, aki körülvesztitek, az egy jó eszköz, vagy egy jó lehetőség a ventilálásra, és ne legyünk amerikaiak, és amikor megkérdezik, hogy hogy vagy, akkor merd elmondani, hogy hogy érzed magad. Sokszor az emberek nem szóban kérnek segítséget, hanem egyszer csak megváltozik a viselkedésük, és azt gondolom, hogy nem leszel tőle rosszabb arc, hogyha megkérdezed, hogy mi ez a változás, és hogy hogy vagy. Mert sokszor egy ilyen nagyon egyszerű gesztus elindíthat olyan folyamatokat, amik azt gondolom, hogy tényleg meg tudnak változtatni egy emberi sorsot.